Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül 11 ezer társas vállalkozás működik, illetve közel 8 ezer egyéni vállalkozó van. Őket érintheti a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatszolgáltatási kötelezettsége, az online számlázás, amely 2018. július 1-től működik. Azoknak a belföldi adóalanyoknak kötelező az online számlázás, akik 100 ezer forint fölötti áfa értékű számlát állítanak ki. Online számlázó programmal a kötelezettség könnyen teljesíthető, de a számlák manuális feltöltésére is lehetőségük van a vállalkozásoknak. Szeptemberre már a 10 milliómodik online számla is beérkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, az év elején pedig a rendszer kiemelkedő hatékonyságát dicsérte Varga Mihály pénzügyminiszter. Januárig ugyanis már összesen 28 millió ilyen számla érkezett a NAV-hoz. A gazdaság fehérítése volt az elsődleges feladat, itt az EKR rendszer bevezetése után került sor erre a számla rendszer feldolgozására, illetve bevezetésére. Ugye az online pénztárgép is egyfajta képet ad a gazdálkodó szervekről, a viszonylatolási fegyelem megtartásáról. És nagyon fontos volt, hogy ugye korábban nem 100 ezer forint feletti áfatartalommal, hanem 1 millió forint feletti áfatartalommal rendelkező számlákat kellett feltölteni többszöri módosítás után, mert később, illetve régebben ez még magasabb volt ez az összeghatár. Így viszont egy pontosabb képet kapunk a gazdálkodók közötti pénzmozgásokról, arra vonatkozóan, hogy az áfa bevallásukat megfelelően teljesítik-e, illetve a család cégláncolatok deríthetők fel ezzel a rendszerrel, hiszen a kockázat elemzéseink során felhasználjuk azokat az adatokat, illetve összevetjük a saját rendszereink adatával, akár a be nem életet alkalmazottat foglalkoztató cégek adatbázisával, vagy az EKR adatokat tartalmazó adatbázissal is, amelyek egyébként szintén áfa visszaigénylésre jogosultak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a személyi jövedelemadó bevallást is próbálja egyszerűsíteni évről évre, ezzel is segítve az adózókat. Ettől az évtől már az egyéni vállalkozóknak is készít bevallási tervezetet az adóhatóság. Eddig az őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek kaptak ilyen dokumentumot. Az egyéni vállalkozóknak is össze kell vetniük a saját pénzügyi adataikkal, tehát vannak olyan adatok, amelyek a Nemzeti Adó és Vámhivatal rendelkezésére természetesen nem állnak az egyéni vállalkozók bevételével kapcsolatosan. A bevallási tervezetet a kifizetőktől származó idei februárig teljesített adatok alapján állítjuk össze, és nagyon fontos megemlíteni, hogy február 25-i határidő most már kitolódik, május 20-ára az egyéni vállalkozók bevallásának benyújtása szempontjából is, tehát mindenkire egységesen a május 20-ai határidő fog vonatkozni a későbbiekben. A tervezeteket mindenkinek át kell nézni és elfogadni az ügyfélkapun keresztül vagy személyesen. Aki ezt nem teszi meg, annak a hatóság automatikusan elfogadja a bevallást az adózó felelősségére. Egy másik fontos változás január 1-től, ami a hatósághoz köthető, hogy már a horgászengedélyek is adókártyához kötöttek 2019-től.